A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégemnek 1962-ben kezdődött a pályafutása, a székesfehérvári VT Vasasban nevelőedzője Gantner János volt. 68-ban már a Vidiben játszott és bemutatkozott az élvonalban, 68 és 74 között pedig a Fradiban 4 bajnoki ezüstérmet, 2 MNK győzelmet szerzett, de ne feledkezzünk meg az 1972-es esztendőről is, amikor egyetlen év alatt nyert MNK-t, a Fradival bejutottak az UEFA kupa elődöntőjébe, ott volt a Müncheni Olimpia ezüstérmes csapatában, a belgiumi Európa-bajnokság 4-es döntőjében, és mondhatjuk, hogy 2016-ig ő lőtte az utolsó Európa-bajnoki gólunkat is. Vendégem Külajos, tisztelettel köszöntelek. Szép jó estét kívánok minden. Amit még nézőnek kifelejtettünk, hiszen a beszélgetésünk fővonulatában mindenképpen a bekdöntő lesz, hiszen az utolsó bekdöntős az FC Bruges csapatával te magad voltál. És sajnos egyetlen élő, mert Puskás öcsi sajnos visszaadták lelküket öcsi, a teremtőnek. Ugye emlékszünk a... Puskás, Kocsis, Cibor, stb. Kubala. No, hát akkor szervusz. Szép, kicsit beszéljünk a Müncheni olimpiáról, hiszen azt gondolom, hogy az olimpiai ezüstérmesre nagyon szépen csillag, és 50 esztendeje volt. Így nagyon szépen hangzik, az biztos, csak ott az volt a helyzet, kérek szépen, hogy az volt először is a versenykiírás, a versenyszabály, döntetlen esetén, akár a harmadik, negyedik helyért így történik a meccs, akár az első helyért, tehát a döntőbe, nincs hosszabbítás, egyetlen perc se, kérem, mindkét csapat megkapja vagy a bronzérmet, ugye, a harmadik, negyedik helyért, vagy pedig az aranyérmet. Na most ez volt a végjátéknak, hála magasságos Úristennek bekerültünk mi is a döntőbe. Úgy kerültünk a döntőbe, hogy akkor még volt Nyugat-Németország és volt Kelet-Németország. Hát Nyugat-Németország ellen játszottunk, Hönes, stb. A Hönes-féle csapat ellen, kérlek szépen. Hitzfeld, világhírű edző volt, kérlek szépen Hitzfeld. És hát 4-1-re győztünk, 2 gólt rúgtam, és már be voltunk a döntőbe, kérlek szeretettel. Jó, amit vártunk is tulajdonképpen, mert ezt az olimpiát megelőzően, ugye 1964-ben is olimpiai bajnokok voltunk Tokióban, azt követően 1968-ban is olimpiai bajnokok voltunk Mexico City-vel. Érdekes módon akkor a B válogatott, az olimpiai válogatott indult, itt meg, tehát Magyarországot ezúttal az A csapat, tehát a nagy válogatott képviselte. Tehát akikkel játszottunk 3 hónappal korábban, a legjobb 4 között, kérem Brüsszelbe, először Szovjetunió ellen, utána a harmadik, negyedik helyért Belgium ellen, ahol szintén sikerült rúgnom egy gólt, és 2-1-es vereség volt ugyan, de az volt az utolsó gólunk, kérek szépen, hosszú-hosszú időn keresztül. Azt, hogy említetted 2016-ot, az egy szép dolog volt, de közel se az volt a történet, mert nem a legjobb 4 között voltak, hanem a legjobb 16 között. Tehát ez óriási különbség. Óriási különbség. Mondom azért, mert nem akárkik voltak a mi csapatunkban. Albert, Bele, Páncsics, Kocsis Lajos, tehát szuper csapatunk volt. A nemzetközi közvélemény egyértelműen nyugat-német-magyar döntőt várt. Tehát a Beckenbauerék, a Müllerék egyik oldal, másik oldalon pedig a mi csoda csapatunk. Csalódásként éltétek meg? Hát hogyne. Az olimpiát is. Hát mi győzni akartunk, és azért mentünk ki. Rajki Béla volt az úszók szövetségi kapitánya. Úszók szövetség elnöke. Vízilabda, igen, meg a vízilabdára. Igen, vízilabda. Rajki, megkérdezték, Béla bácsi, mondja meg, hogy mit vár kérem a vízipólós csapattól. Következő, rendkívül korrekt módon azt válaszolta, hogy hölgyeim és uraim, a második hely is már kudarc lenne. Világos beszéd, de a legjobb csapata volt, kérlek szépen, és a helyzet az volt, hogy ott voltunk azon személyesen a döntőn. Tehát az egész foci csapat kivonult a vízipoló döntőre. Döntetlent játszottunk az oroszokkal, most nem tudom, 6-6 vagy 7-7 volt, de a döntetlenünk csak a második helyre volt elég. Úgyhogy veretlenül, kérlek szépen, lett a vízipoló csapat is második. No, hát az is kudarc volt.
mi is, hát egy óra vezettünk a félidőben. Mi a Bayern München öltözőjét kaptuk, mert ugye kétszer is olimpiai bajnok, azt érdemli meg. Lengyelek voltak a döntőben, ellenfelünk, Látó, Lubanszky, a jó Isten tudja, Tomaszewski, a fantasztikus csapat volt. Gorgon, csoda jó csapat volt, aki két év múlva majdnem megnyerték a világbajnokságot, bekerültek a döntőbe, csalással, a németek egy 11-essel győztek, kérem a frankfurti meccsen, 1-0 ellenük. No. Aztán hazajöttetek a kudarc után, de folytatódott a pályafutásod. Hát az életben tovább, nyilvánvalóan, persze. Így van. Aztán Vasasnál voltál, a Volánnál, igen. És 77-ben pedig nagy megdöbbenéssel értesültünk róla. Igen. 1977-ben, hogy Szabadkán át. Igen, hát nagyszerű kérdezik, nagyon informáltam. Olaszországba mentél. Hát igen, szép. És eltítottak egy évre. Hát nem Olaszországban mentem, hanem az tudatos volt, hogy hát, elindulsz? Mi hát, okozta? Egy kicsit beszéljünk erről. Behívtak kérlek szépen a labdarúgó szövetség székházába, akkor még az András úton volt. És Kudas Pista bácsi volt, kérem, a magyar labdarúgás teljhatalmú vezére, kérlek szépen. És egy ilyen modern Ceausescu volt, kérlek szépen. Egy óriási szerencsé volt annak előtte, amikor átvette ő az irányítást. A kedvenc labdarúgója voltam, kedvenc játékosom, nagy Fradi szurkoló volt, és kedvenc játékosa voltam. Úgyhogy amikor ő került hatalomba, kérem, a játékostársai mondták, Lajos, ez neked többet ér, mint egy lottó főnyeremény. Bálint Laci mondja nekem, hogy a Kutas Pista bácsi, mert fiaként szeretett. Na most ehhez képest, kérlek szépen, megvadították őt, közölték fel, hogy Kül Lajos a földkereség legnagyobb antiszemitája. Szó nem volt erről, soha. Soha, de soha. És kérlek szépen, erre úgy bepipult, behívott kérlek szépen az MLS-be, és közölte, nem ezt mondta, azt mondja, hogy nemzetellenes vagy, népellenes vagy, szovjetellenes vagy, kommunistaellenes vagy, és utoljára hagyta, amiért behívott. Antiszemita vagy, mondta Pista bácsi, ezt mondom, információk alapján mondja nekem, vagy személyes meggyőződése ez. Azt mondja, is. És azt mondta, hogy leterülek a magyar labdarúgás térképen. Mondom, Pista bácsi, hát álljon meg a mellett. Zsidókat védtem volna, ilyen nem lehet. Ez soha nem lehet megoldás, soha. Semmilyen népcsoporttal, vallási csoporttal nem lehetséges. Az egy más, de most kérem, az egy más kérdés, hogy a szovjetun, Nikita Szergejevics Hruscsov vagy Brezsnyevet kérlek szépen, így meg úgy értékeltem. De hát azért ott volt Csajkovszki, meg van Puskin, meg mit tudom én, Dosztojevszki, ezek világhírű emberek voltak. Össze nem lehet hasonlítani Nikita Szergejevics Hruscsovot kérlek szépen, jó Isten tudja, Csajkovszki. Hát hogyha zongoráznánk a különbséget, gyönyörű. A Liszt Fráncin tudná a különbséget zongorázni, érted? És azt mondta, eltítek, most innentől kell, azt mondta, hogy MB3-ba se játszhatok. Tehát azt mondta, hogy MB3, blasz egy. Akkor én azt jelentette, hogy knockout, érted? Hát ki vagyok ütve. Most is Gyulát felhívtam, nagyon jó viszonyban voltam, te Gyulá, mondom, hát ez az őrül, meg van őrül el a Kutas, mondom. Hát közöltem velem, kérek szépen, egy olyan dolgot közöltem, amit soha nem csináltam, és soha nem azonosultam ezzel. Én védtem volna őket, az biztos. Hát ilyen nem lehet. Kérlek szépen a zsidókat, tehát soha. És kérlek szépen, hát azt mondja, hogy figyelj, a helyzet az, ugye közölték veled, hogy MB3-os játszhat, én elintézem, nekünk van egy csapatunk a Volán Taxi, Blasz 1-be. Eljössz oda, emlékszem, mondta, hogy kapsz 3700 forintot, húzd meg magad. És kérlek szépen, majd megpróbálok utána szép lassan valamit intézni. Aztán telt múlt az idő, 2-3 hét múlva, majd figyelj, elintéztem azt, hogy az MB2-es Volán oda vesz téged, próbálj győre, oda vesz, de most mennek szovjet túrára, téged nem vihetnek ki, mert megbízhatatlan vagy. Egyetlen oroszul, egyetlen ember, aki tud oroszul, a legjobb oroszos voltam az iskolában, érted itt nem Bartókban, Petőfi Suliba jártunk. No, akkor érlelődött már benned, hogy elindulsz világnak? Hát utána egyértelműen eldöntöttem azt, hát a Kutas azt mondta, letörüllek a magyar labdarúgás térképéről, ami nem volt kevesebb, mint 93.000 négyzetkilométer. És az nem voltam olyan hülye, kérlek szépen, hogy Záhonynál próbálkozzak, inkább másik oldalakon érte. Tehát elindultál. Hát most ezt elmondanám neked körülbelül egy 20 perc, de nem mondom, nem tudom elmondani, ahogy megszerveztem ezt a dolgot, és ahogy lementem Kecskemétnek, ahogy elintéztem ezt a történetet, a hasadat fognál törte. De a lényeg az, hogy elintéztem, kérlek szépen, egy útlevelet, villám gyorsan, kérlek szépen, és akkor hát akadt egy társam is, aki szintén velem tartott, kimentünk, kilopakultunk a béketáborból, Jugoszlávián keresztül, Olaszországon keresztül, Svájcon keresztül, Franciaország, Luxemburgon keresztül, Belgiumban, kérlek szépen.
Tehát ott. Belgium. Az egyéves eltiltásod alatt tudtál edzeni? Hiszen... edzeni? Csak edzeni. Na most ugye köztudott, hogy aki a béketáborból kilép, tehát a kommunista blokkból, ott úgy mondták, hogy Ostblokk. Aki az Ostblokkból kiment, kérem, automatikusan egy évet kapott. A Zoli, a Varga Zoli azért kapott 2 évet, mert olimpiai esküt szegett. A Puskásék meg katonatisztek volt, meg a Jóisten tudja mi volt. Ja. Az öcsi például őrnagy volt. Essék szó Belga Jótevődről. Na, Belga Jótevődről. Oda Michel van Merről beszélni. Michel van Mer, te fantasztikus ember volt. Hát bármikor megyek oda, most is ott voltam kérdezében gyermekeinél, mert kis unokám kérdezében éppen bérmálkozott. Az első találkozás után, tehát üdvözöltem a gyerekeket, unokákat, stb. Fogtam egyik kis unokámat, ki a temetőbe, kérlek szépen Brüsszbe. Mindig, amikor Brüsszbe vagyok, az első dolog, kérlek szépen, egy szál virágot leszek, Michel van Mer, Brüssz polgármestere, és az FC Brüssznek a tulajdonosának a sírhalmára, kérlek szépen, mert annyit segített, hogy ez egy tündérmese volt, érted? Hát most oda érkeztem, kérlek szépen, a leggyönyörűbb, hogy mondjam, hát szállodának, üzletházának az épületébe kaptam elszállásolást, a sofőrjét, kérlek szépen, Mercedes-szel használhattam akármilyen ügyintézésre, akkor elintézett nekem lakást, Lúj, azt mondta, hogyha én unatkozol, egy dolgot csinálj. Hívjál fel telefonon, biliárdozunk, érte. Ő különben megközelítetett ember volt, egy flamand király volt. 49 helyen volt részvényes. Nem lehetett elérni. Annyira szeretett, ez hihet, anyámat kihozta oda, érte. Amíg a világ lesz, állandó jelleggel 2003-ban már visszaadta a lelkét a teremtőnek. Meghalt, kérdezik. De minden évben, amikor megyek, kikérlek szépen, az első az, hogy egy szál világot, mert egy fantasztikus, egy hihetetlen, égig ért a szíve. Ez egy fantasztikus történet, annál is inkább, hiszen kevesen tudják, hogy ő 25 évig, negyed századon át Brüssz polgármestere. Pontosan? Ez egy nagyszerű történet, annál is inkább, mert hogy nyilvánvaló, hogy edzettél, de a tesztmeccsek nem hiányoztak? Hát hiányoztak, dehogy nem, de hát ha valakit eltiltanak, Lajoskám, hogy lehet, hogy mondjam, lehet ideges, meg lehet tiltakozni, meg tüntetni, meg innen, de nem érdemes, mert aki 2 évet kapott, az Oli 2 évet kapott, Puskás 1,5 évet kapott, kérlek szépen, én még 1 évet kaptam, és ki kellett, hogy várjunk. Az volt a történet, kérlek szépen, hogy amikor kiérkeztem oda, tehát két próba tesztmeccset játszottam, menedzser intézet, egyiket Brüsszelbe, kérlek, az Unión ellen, másikat meg Kortrijkbe. És Kortrijkbe, kérlek szépen, az Dél-Flandria, Kortrijkbe a meccsen az FC Brüssznek az egész vezérkara ott volt. Tehát a polgármester úr, és akkor még a többiek. És akkor kérlek szépen a meccs után, biztos tetszett a játékom, ők láttak egyébként 1972-ben a belga válogatott ellen. 2-szer is ugye az oroszok ellen, Szovjetunió ellen, meg látok a 3., 4. helyre, gólt is szereztem, kérlek szépen, ugye. Igen, az belga, utolsó és klubtársam ott játszott, ő is rúgott egy gólt, Raúl Lambert. Van Himps és Raúl Lambert volt a 2. És ők ismertek, csak kíváncsiak voltak arra, hogy ő az-e, akit ír az újság, hogy Püla is itt van Belgiumban, és akkor tesztmeccset játszik, kérlek szépen, katona válogatott ellenébe, és az FC Kortrijkbe. És akkor utána kérdezték, hogy lenne kedvem. Hát éppen bajnok csapat volt megint, kérlek szépen. Ernst Happel nevű világhírű edző volt akkor a tréner, kérlek szépen. És ugye mivel, hogy bajnokok voltak, tehát megvásároltak, megvettek. És mondom, a legcsodálatosabb üzletházában szállásolt el, amit kértem. Nem tudtam olyat kéne, hogy mindent adott, mindenhova vitt, mindent adott, és akkor mondom, édesanyámat is igazta, írt neki levelet, nyugodjon meg, ők foglalkozik velem, és sínre teszi az életet. Itthon közben, időközben pedig jöttek a rossz hírek. Na, pontosan, kérlek szépen, körülbelül, de ugye ott kellett volna folytatnom, hogy ott szeretem folytatni, hogy ugye, mivel bajnokok voltak, elindultak a bajnok csapatok Európa kupája. Akkor a back volt, tehát nem BL, hanem back, csak a bajnok indult volt. Az első meccs, az kérlek szépen, egy finn csapat volt, a simán vertük. A második csapat, a második ellenfelünk, kérlek szépen, a Panathinaikos Atletikos Olimpos, azt is legyűrtük, utána jött a tél, kérlek szépen, és utána tavasszal az első mérkőzés, a spanyol bajnokcsapat volt, akkor nem a Barcelona és a Real Madrid, hanem Atletico Madrid volt az előtt. Azt is levertük. És akkor elérkeztünk május elején, kérlek szépen, a legjobb 4-től, Final Four. És akkor kérlek szépen egy olyan csapatot kaptunk, ami aztán szuper társaság volt, az Juventus, kérlek szépen, ahol még a tartalékok is olasz válogatottak voltak. Causio, Bettega, Dinocov, stb. Sire akkor volt, kérlek szépen, aki gólt rúgta, Cabrini. Na, ülünk az öltözőbe, kérlek szépen,
a delegáció útra készen Itáliába, és oda jön hozzám az edző, kérdezi, Paprika, te így hívott Paprika, magyar voltam, ő osztrák, Paprika, az mi újság van, mi gétsz, visautához, de ne, papi. Tehát, hogy mi újság van a papírommal, kérlek szépen, hogy lejárt az eltiltáson, vagy nem? Mit tudok? Abban a fogalma nincs, tényleg kérdezzük meg a szekretáriát, a titkárságtól, menjen fel valaki, aztán mondja, hogy mikor jár le az eltiltásom Bernből, vagy Zürichből. És kérlek szépen, ült az egész delegációt útra készen Torino fele, jön a hölgy vissza, azt mondja, még három meccsre el vagy tiltva. Még a visszavágón se játszhat. Eljöhetsz, a tréner azt mondta, eljöhetsz most Torinóba velünk, de játszani nem tudlak, mert hogyha lejárt volna, be akartalak jelenni csapatba, és a kezdő 11-ben kellett volna, hogy föllépjék jelen a torinóiak ellen. Na, megvolt az első mérkőzés, teltház előtt kérdezett a Torinóba, kikaptunk egy dúlnak Cabrini góljával. És a visszavágó megtörtént az, ami a belga foci történet még soha. Győztünk 2-0, és bekerültünk a döntőbe. Először a belga labdarúgás történet. És utoljára. Soha nem volt annak előtte se bedöntős. No. Hanem, és akkor kérlek szépen. És tudtuk azt, mert a sorsolás már megtörtént a játék kezdete, vagy a játékok kezdete előtt, hogy a döntő Wembley stadionban lesz, kérlek szépen, 100 000 nézi, 25 ezer lehetőséget kaptunk, 25 ezer nézőnk mehetett, kelhetett át a nagyvizen. De no. Előtte csak azt akarom mondani, kérlek szépen, hogy ugye kaptam egy telefont otthonról, hogy megírták az újságok, hogy börtönben vagyok, kérlek szépen. Érdekes, hogy szó szerint ezt írta, kérlek szépen, gyönyörű újságon, kommunista hírharsónak, kérlek szépen, Külajos ismét hallat magára. Az történt ugyanis, hogy Liège-be, kérlek szépen, egy kocsmai verekedés után összetűzésbe keveredett a rend helyi őreivel, minek következtében az őt legjobban megillető helyre a liège-i börtönbe került láncra verve. Puff neki! Na érted? Akkor utána, na... Az történt kérlek szépen, hogy ugye a delegációnk átutazott kérlek szépen Londonba a meccsre, kérlek szépen, és amikor közölte az összeállítást Ernst Happel, hogy bent vagyok, kimentem a társalgóba is, telefonáltam hozzá a drága anyukámnak. Felveszi a telefont, kérlek szépen, érdekes boldog, mert volt, amikor százszor kellett próbálni, akkor se lehetett megtalálni segít. Most, igen, mert gondolták, elkapnak, 80-an lehallgatták, nem baj. Telefonálok, mondom, drága anyukám, én vagyok, a ködös Albionból. Azt mondja, mondom neki, hogy légyen kedves, kapcsold majd este a tévét, mert kis feladat fogod látni, ott rohangálni, sok ember között, a 100 ember. Micsoda? Hát az újság megírta, kérlek szépen, hogy börtönben van. Te szépítgeted a dolgokat, bennünket akarsz, kérlek szépen, egy kicsit, hát hogy mondjam? Hát bennünket akarsz megvezetni, nem fog sikerülni, megírta az újság, te börtönben vagy, kérlek szépen. Szépítgetni akarod a dolgokat, nem hiszünk neked, az újság megírta egyértelműen, hogy börtönben vagy. Csak itt bennünket akarsz, kérlek szépen, olyan helyzet, hogy ne idegeskedjünk. No, és akkor eljött a tévé közvetítés ideje. Hát, csak azt akkor... tudta bizonyítani, a Magyar Televízió megvette a közvetítési jogot, és a világ legterjesztő no, oldja. Ez viszont érdekes történet, megint Vitrai Tamás közvetítette, de mi akkor abban az esztendőben a Videoton ifjúsági csapata, na. Szőke Miklós vezényletével lettünk magyar bajnokok. És ezt mi a megdöntött Soston néztük egyben. Tehogy Isten! És nekünk már akkor, Diszpeti, stb. Nem sorolom, Porogi Lajosék, Borsányi, Szuna, Sábel, Mater, Porogi, Olajos, Stumford, Nagy TV, Presseller és a többiek, Vadász Imé és én is. És mi nekünk is feltűnt, hogy Vitrai Tamás, hiszen Vitrait nagyon-nagyon tiszteltük. Hogyne? De a... Mi csak, mármint a televízió nézők, csak és kizárólag a különleges mozgásod alapján ismertünk meg, ugyanis a felsorolás az ott volt, hiszen ott csak két le, betű. Tehát Lajos, négyzőszkű, number 10, viszont Vitrai Tamás egyszer sem mondta ki a nevedet. Na mondom, kérlek szépen, következő mérkőzés előtt kérlek szépen, bejön hozzám Rigde Sadelje, bejön hozzánk a bűzsi öltözőbe, Rigde Sadelje, a belga terület legnépszerűbb kommentátorom. A 30, egy zseniális, egy fantasztikus, nagy tiszteletbe tartott úriember volt, Rigde Sadelje. Mondja, Lajos, I've spoken to Thomas. Az a Thomas, a Tamás volt a Vitrai. Beszéltem a Vitraival. I told him, mondja, én mondtam neki, azt mondja, there is a Hungarian guy in a squad. Van egy magyar srác a csapatban. A Vitrai kérdezte, hogy hú, ki, kicsoda? Mondja, Légyoszki. Itt csinált, azt mondja a Rigde Sadelje, hogy
tudta azt, hogy nem mutatja be. Mocskó disszidens, de jöjjön meg, érted? Nem mutatta be. Ha most képzeld ezt el? Most képzeld ezt el? Csak annyit mondott, hogy a tízesnél van a labda. Mesélik, akik hallották a közvetítést. A tízesnél van a labda. És akkor volt még egy, tehát, hogy megérkeztünk Londonba, kérlek szépen, Skót tulajdonában lévő csodálatos kastélyba szállásoltak el bennünket, a vezetőség polgármesterül oda intézett el, kérlek szépen, kitűnő szállást, hát ismered, tudod, körülbelül gondolt, hogy a skótok, hogy imádják az angolokat. Az volt az első, amikor fogadott bennünket, hogy foglalját egy aperitív mellett, előita mellett, kérlek szépen, hogy az, ha megverisz, mondja, ezzel kezdte, mindjárt közepén, ha megveritek ezeket a mocsok, galád angolokat, 10 napot kaptok, kérlek szépen, még vendégeim lesz, amit esztek, isztok, semmi nem számít, csak verjétek meg az angolokat. Nekünk a legnagyobb nemzeti ünnepünk, amikor a Puskásék 6-3-ról megverték, kérlek szépen, 1953-ban az angolokat. Hát az minden évben nemzeti ünnep Skóciában. Úgyhogy, ha ti megveritek, boldogok lennénk nagyon. Hát jó, kikaptunk egy nullára, és mit ad Isten, mit nem, Kenny Dalglish rúgta a gólt, kérlek szépen. De még a meccs előtt, amikor kimentünk sétán megnézni, hogy milyen a gyepszőnyek, kérlek szépen, oda vezettem a srácokat, a Lékenc is ott volt közöttük. Oda vezettem a srácokat ahhoz a kapufához, ahol a Puskás öcsi csinálta azt a óriási gólt, hogy Cibor begurított a jobb szélről, az öcsi visszahúzta a Billy Wright mellett, a Billy Wright, hogy kicsúszott a felekén, kérlek szépen a maratoni kapun, és ugyanaz a mozdulat az öcsi bebombázta a rövid sarokba. Hát ezt mutatják 1000 milliószor a tévétől. És mondtam, itt történt az eset, tehát ezek boldog voltak, tapsoltak, mert nagy tisztelete volt tartva mindig, kérlek. És egy dolgot még el kell, hogy mondjam. Fekszek, kérlek szépen, az öltözőbe a gyúropadon. A gyúró mondja nekem, Lajos, what you are doing now, amit te csinálsz most, soha nem csinálta senki előtted a világon. Meg talán soha nem is fogják csinálni. Tehát, hogy a második hivatalos meccse, mert 3 nap a korábban Salerno-ára játszottunk a belga kupába, kérlek szépen, döntővítási. A második hivatalos meccse a szakma legmagasabb csúcsa, kérlek szépen, begdöntő, kérlek szépen, és a futball legcsodálatosabb szentélyébe, a Wembley stadionba 100 000 néző. Hát ilyen nincs is, soha nem csinálta senki, nem is fogja. Úgyhogy, tervezzek, én ezt is teszem. Minden éjjel, kérlek szépen, mindenható Istennek megköszönöm, hogy tényleg a tengeri hordókat, és polgármester úrnak, Michel van Máliának. Mi ezt úgy éltük meg, hogy győztes vagy. Hát először is azt írták ott, hogy anyám azt hitt, hogy börtönben vagyok. Azt gondolom, nem, hogy azt hitte. Akkor az újság megírta, az úgy van. Hát. No. És hát ezt így ennyi idő múltán is Isten köszönjük áldás neked. Volt. Isten áldás volt ez. Csoda. Nagyobb csoda volt, mint a Lázár feltámasztása, biztos. El voltam tiltva, Blasz egyből, kérlek szépen, a szakma csúcsára keveredtem, kérlek szépen. Bajnokcsapatok Európa Kupa döntő, plusz még kérlek szépen a Wembley stadionba. Tehát nem a mit tudom én, akárhol, Szatyánfalván kérlek szépen, hanem a Wembleybe. Pajoskám, jó volt ezt a történetet végighallgatni. Gondolom, hogy ez példa, Isten példa és példakép vagy. És hát köszönöm szépen, hogy itt vagy még velünk. Én azt hiszem, hogy ezek a történetek is megerősítik, hogy igenis fantasztikus érdemes potenciál, hiszen ez egy egyetemes sporttörténelem része van. Igen. Úgyhogy még egyszer gratulálok, köszönjük szépen, és azt hiszem, hogy ez csoda volt. Isteni csoda, és köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, egy valamikori backdöntőről beszélgettünk az utolsó magyar backdöntős futballistával, Külajossal. Köszönöm figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, és kívánom, hogy mielőbb legyen még egy magyar backdöntőben. Viszontlátásra! Úgy legyen, kérlek szépen! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.